A gyermek jobb vidékre megy. Az alsórangú osztály igen erényes életet folytatott azon esztendőben. Csak mellesleg jegyzem meg, mert kortörténetet írok, és semmit se akarok kevésbé, mint amolyan cifra divatos regényt írni, amelyben egy vagy több előkelő szerelmi viszony változatos körülmények és meglepő fordulatok közepette az egyetemtéri vagy József utcai templomban szépen befejeződik, helyesebben véget ér. Gyűlölöm a regényt, amely a második négyessel kezdődik, és az első násznapon, az első hazainál fölvett hozományban írja el célját. Frivol tánc, gyerekes bujkálás, udvarias tapogatódzás az egész, és az érdekessége ott kezdődik, ahol abba hagyják, amikor következnének az igazi kiábrándulások, az élet, amelynek húsa, vére, véres könnye, könnyes humora, vad szatírája, kacagtató komikuma van. Dajka azért akadt volna Robinéknak is, bár mondom, igen kevés volt az esztendőben, és a javát tisztviselői fizetésekkel már egy fél évvel előbb lefoglalták a jobbmódú, izraelita, gondos és derék családok. Liza a cseléd mégis hozott egyet, valahol a szénatéren ajánlkozott, elzülött kóbor leány lehetett, de kitűnt, amikor az orvos megszemléli, hogy a dajgaságra semmi tehetsége nincs, csak volt, régebben, valamikor. A gondos Liza most olyan nőt keresett, aki gyermekével együtt a Robin házba költözik, de nem tart igényt külön tiszteletdíjra. Él és nyomorog velük. A Bem Gyula szénrajzaiból csak jut neki is egy-egy orr, fül, kabát szél. De a változatos nyomorú városban a szobaasszonyokkal való nagy ismeretsége dacára nem akadt ilyen házias teremtésre. Próbát tettek ama üvegdajkával, amelyet a külföldi hideg kultúra szült, de a kis barbár, Ázsiából azon frissen érkezett gyermek nem vállalta semmi áron. Elkergette, összeszitta, és azt mondta, hogy inkább gabalagua. Falura kellett vinni. Ne szóljon közbe a bölcs, a fontoskodott tanács, hogy mindent csak falura ne. Csak kullogjunk félre mi, nyomorfoldozók, ügyetlen erkölcs utazók, gyámoltalan ítélkezők. Hadd vigyék a polgárbabát, engedjük, mert megakadályozni nem tudjuk úgyse. Vitték. A három nagy szepegett, a gyermek az komolyan viselte magát. Liza a cseléd különben igen örvendett, mert vasúton mehetett, és ha a faluba érnek, kimehet majd a temetőbe, jól kisírhatja magát egy gyermek sírjánál, akinek igen szép neve volt, ez, hogy Elvira. Valamiben legyen legalább szabad a szegény cseléd. Olyan nevet választhasson a gyermekének, ami a legislegszebb, legislegfinomabb. Liza vitte a kisfiút, és mint a tájon ismerős, kalauzolta a családot. A gazdáját, Robin urat oktatta, hogy mind kell beszélnie ama asszonysággal, aki a Sándor kosztolását elvállalja majd. Nem kell mondani, hogy a maguké, maguk csak rokonok. Tessék csak rám hagyni, majd én szólok. A magaméről is azt mondtam, hogy egy nagy, híres színésznőjé. Titok? Jól is tartották, mindig is gyönyörűen kinézett. Piroska nemet intett a halvány baba fejével. Liza megrótta. A tekintetes asszony ne szóljon bele, majd mi az úrral elvégezzük. Azért nem kell hazudni, csak titkot mondani. Ez a falu olyan. A titkok helye, a homokdombok közé épített új falu már látszott a kupé ablakából. Nem is volt csúnya, egy csöppet se nyugtalanító. A homokbuckák tövis és kórok kultúrájukkal egyetemben vibráltak, ragyogtak a tavaszi napban. A portákra ültetett sötét tujákat is át meg átsütötték. Talán itten jó lesz neki, mondta az apa, mindjárt megnyugodva. A vasúti állomásnál egy szemérmetlen taligás kiáltott rájuk.
Fiáker, tessék, kisasszonyok, fiáker! Gyalogosan indultak befelé a két egyfaluba, melyet homokdom választott el egymástól. Különben egyik falu úgy hasonlított a másikhoz, hogy csodálni lehet a tehenek okosságát és finom megkülönböztető képességét, amelynél fogva a legelőről hazatérvén minden habozás nélkül a maguk községébe találtak. A jobb vidéket kereső gyermek és a hozzátartozó kis csapat tévetegen botorkált előre a homokba, torony iránt, a magasabb torony irányának tartva. Nagyon nehezen és nagyon lassan mendegéltek előre, mert a homok megkötötte a lábukat. Az asszonyka ezért szomorú lett nagyon, és az jutott eszébe, hogy a billió-billió kis kvarc csillag nem akarja, hogy Sándorkát erre a jobb vidékre vigyék. Nem ereszti, visszaküldi őket. A nagy Sándor is búsult, reá gondolván önhalálára. Ám de édes érzés volt a búsulásban, és pedig ugyancsak a homok miatt. Szeretném, ha ilyen jó, finom homokba temetnének. Mondá, nem minden meghatottság nélkül. Liza a cseléd valami ostoba és konfidens megjegyzést tett erre, de nem vehették neki zokon. Velük érzett, értük fáradt, miattuk éhezett és verejtékezett, bár csak két hónapja tudta meg, hogy vannak a világon. És könnyen lehet, hogy egy hónap múlva már csak homályosan emlékszik rájuk, öt helyen is lesz egy másik hónap alatt, elfelejti a nevüket is. Ilyenek, ah, ilyen rosszak ezek a nagyvárosi nőcselédek. No, nagy nehezen mégiscsak beérték a cigánysort, fogadták a kutyák szokásos üdvözlését, és itt, úgy szólván a falu kapujában, szóba ereszkedtek egy vak cigánnyal, aki a forró napban ült és papsajtot evett. Megérezte a jövetelüket, vidám arccal rájuk köszöntött, és bár nem láthatta őket, azonnal tudta, miről van szó. Kommendált is arra való asszonyokat, igen jó helyeket, nem banyákat, hanem derék menyecskéket, akiknek maguknak is egészen apró gyerekük van. Ismerte és ismertette a gyerekek korát, számot adott arról, hogy hol és milyen pesti gyerek van már. Végül ajánlkozott, hogy elkíséri őket a tett helyre, és a szerződés megkötésénél a legszívesebben lesz tanú is. Liza kérésére mellőzték a találékony agastyánt, e boldog, világtalan cigányt, és arra határozták magukat, hogy sorra nézik a helyeket, amíg valami jóra, megnyugtatóra, és olyanra találnak, amely ellen Sándorka kifogást nem emel. Ebben a pillanatban sem ellenvetései, sem aggályai nem voltak még a gyermeknek. Nyitott szemmel komolyan engedte át magát minden valószínűség szerint kellemes álmodozásoknak. Mi volt az álmok tárgya, mik a képei? Természetesen tudni nem lehet. A Halley Egyetem se sejtheti. Én magam, a tanulatlan író, aki sem tanár, sem pszichológus nem vagyok, úgy vélem, hogy az álomképek nem voltak e világból valók, és nem is vonatkoztak erre, a mi világunkra. A gyermek különben, ha bár nem is szentimentális természet, bizonyosan szepeget volna, ha csak valamit is megérez a földi dolgokból. Azonban ákáccal volt beültetve az egész falu, közönséges paraszt ákáccal, amely épp most nyílott fejedelmi pompázással. Égi fejedelemséget értek. Körülöttük minden fehérbe borulva, illatba merülve. A kisgyermek és kísérőinek ösztöne fölemelkedik, és eltérül vala a föld alacsony színéről, és nem látja az érett cifra, könyvtölázott, széltör, portól piszkolt rongyait. Fölfelé néztek. Az égnek szűzi, gyenge felhőibe, az illat szárnyán lelkük a mennybe emelkedett, és ebben a pillanatban eszükbe se juthatott, hogy ahol lábuk botorkál, az a legszomorúbb és legsötétebb helye a világnak,
Szomorúbb egy frissen hantolt gyermektemetőnél, sötétebb, mint az elhagyatott kripta belseje. Halovány és rongyos, de urasan rongyos gyerekek játszottak a porban, úgy szólván minden ház előtt. Nem lármáztak. Szótlanul, csendesen játszadoztak, amíg valami nézeteltérés nem támadt köztük. Egy sárga hajú, de pufog piros képű, szintén rongyos, de parasztosan rongyos, néha-néha szétvett közöttük. Orrok vérzettek, rendszerint szabályos, finom orrok, de olykor a piszék, a tömpék is. Ilyenkor iszonyú sírás verte föl a falu csendjét, amire a házikóból kibújt egy födetlen mellő asszonyság, és kegyetlenül megverte a szabályos orruakat. Csönd lett. A csöndben, a szepegésben fölhallatszott ez a párbeszéd. Megmondom a mamámnak. Mondd meg annak az anyádnak. Apát nemigen emlegettek. Talán abból az okból, mert az itteni gyermekek nagy része előtt éppenséggel ismeretlen volt ez a fogalom. Mert amint azt, kedves olvasóm, már most is elgondolhattad, ezen a helyen nem valami nagyobb szabású állami nevelőintézetet helyeztek el, hanem idehozattak dajkaságba, majd nevelőbe azok a kis pesti gyermekek, akik elől édesatjuk, vagy a tejecske egyszerűen elszökött. Ó, sokkal súlyosabb, úgy társadalmi, mint erkölcstani tekintetben sokkal, de sokkal fontosabb volt ez a telep, mint sem azt Sándorka fölfoghatta volna. Az egészen fölnőtt nagy emberek, rendes házasságban élő kormányférfiak, a királynak titokban tanácsokat adó, igen-igen nagy urak, sőt Liza, a tapasztalt és a helyi viszonyokkal már ismerős nő sem látta be ennek a vályogfészeknek minden jelentőségét és nevezetes érdekességét. Vak a törvény, mert nem jár erre, a bürökkel tujával benőtt gyalogösvények mentén. És világtalan a hitbuzgó nép, amely búcsúra kegyhelyekre jár, mert nem jár erre, ide, hogy ajkával érinteni a port, amelyben szentek lábainak nyoma látszik. Egymáshoz hasonló kis lábak gyönyörű alakja, amely keresztül kasul pásztázza az egész falut, amíg jön egy szél és befújja, amíg aztán megint származnak ilyen nyomok. Ide, úgy látszik, a törvénytelen gyerekeket hozzák dajkaságba. Liza, talán nem is jó helyen járunk, jegyezte meg Sándor, amint fölcsudott és szemlélődni kezdett. Ez nem Sándorkának való társaság, gondolta Piroska, de nem merte kimondani. Liza megnyugtatta őket. Ojjé, Sándorka azt nem bánja, csak jó tejet kapjon. Apa és anya helyesőleg bólintottak a fejükkel, és most már sürgősen elindultak tejecskét keresni. Vállalkozó nők jelentek meg a kapukban, meg is szólították őket, de nem valami szívesen, alkalmasint a ruházatuk nem tetszett. Robin Sándor bársony gallérú világos felöltője a frissen kerekedett szél miatt a gyermekre adatott, és maga az úr igen szerény házi kabátjában maradt. Liza elbánt a tolakodó és nem kellemetes arcú némberekkel. Van ennek már helye, nem magára várt ez. Ez nem cselédgyerek lelkem, nem magának való. Mivel németnek nevezték mindam a gyermekeket, akik Budapest városából idehozattak, még ha szüleik a tiszta magyar nemzeti színészetnek voltak is a mártírjai. A jegyzőhöz kellene menni. Jegyezte meg Robin, mert már fáradt is volt. Inkább a paphoz, mondta az anya. Ide gyerünk be, szólt Liza. Kövér tehenet látott az udvaron, és két vidám kecskét. Épp egy parasztember bánt velük, sok ember szeretettel. Ez gazda ember, ennél jó lesz. Itten bementek. A parasztember mindjárt kinyitotta a kérges tenyerét, és megszólította Sándorkát, hogy legyenek brúderok. A gyerek habozott egy kis ideig,
ide-oda mozgatta a kis tenyerét, végre is beletalált a hatalmas marokba. Talán akarta, talán nem akarta, lehet, hogy nem is értette a dolgot, és az egész véletlenül történt. De a véletlen is csak valami. Már megegyeztek általánosságban, a részleteket kezdték tisztázni. 3 font szappan minden hónapban, mondta a paraszt. Ez ki jár? Erősítette Liza. Anya és apa bólintottak a fejükkel, hogy beleegyeznek. Minden 3 hétre 1 fél font kuba kávé, terjesztette elő a gazda. 2 hónapra 1 font, helyesbítette Liza. Nem bánom, de jó kávé legyék. A havi fizetésben is megállapodtak. Az első havi 6 forintot Sándor ki is fizette, amikor megjött a ház asszonya, aki, úgy vélem, szintén szerepet játszik ez alkunál. A parasztné füvet hozni volt. A fű a hátán, egy szép kis gyermek azonban a keblén. Egy kisé fáradt lehetett, mert mindjárt beszélni sem tudott. Amikor egy kisé magához tért, és megértette, mi történt, a Liza karjából vevé a gyermeket, megnézte, megcsokolta és megszoptatá. A szél ezen közben elállott, és forrón, de oly forrón kezdett sütni a nap. Sándorka tapsolt a lábaival, ám de a többi gyerek nem helyeselte a dolgot. Az egyik dagasztó teknőben feküdt, és onnan pislogott elítélőleg a parasztasszony felé. A másik egy fűvel teli puttonyból emelgette a fejét igen haragosan. 3 ifjak voltak ez egy anyához, és csak is egy mondhatná magát a vérének. A parasztasszony ehhez volt a legmostohább, szájjal. Mindig szitta. Te éhes kis farkas! Mindent el akarsz enni ezek elől, pedig érted, nem fizetnek. A gazda tréfás méltósággal biztatta gyerekét. Fizes, vagy elküldünk vándorolni. Vidám nép volt ez. Egészséges, csöndes jó akarattal teli. A kis Sándor és a nagyobbik is igen megenyhültek, látván azt az erős családi érzést, mely a 3 dajkálásra szorult ifjút a ház asszonyával és urával összeköti. Szegény Piroska pedig irigységgel, vegyes hódolattal nézte a piros szoknyás, mezitlábas anyát, aki sorra szoptatta a 2 idegen gyereket, aztán a magáét. Az egyszerű nő arcán valami kitűnő szép érzés világított, amíg átalengette magát a 3-as anyaságnak. Rendesen nem nagyon értelmes vonásain egy nagy érzés tükröződött. Az az érzés, ami neki egyszerűen jól esett, és ami máskülönben föntartja a világot. A hírneves és rosszakaratú német a faj önfenntartási ösztönének okvetlen érvényesítésének nevezni ezt, én pedig, aki filozófiai meghatározásokhoz nem értek, nevezem madonnaságnak. A parasztasszony egyszer-egyszer a szappant, a kávét is emlegette, hogy jó és finom legyék. Sőt, alkalmat vett magának arra is, hogy a kis Sándor nagy fiúságát neki és szülőinek a szemére vesse. Csak ilyen kicsi ne volna. Olyan, mint a harmat az ilyen. Itt van, nincs, elolvadt. Vagy legalább a másik 2 ne lenne ilyen aprós. Nem értik a szót, csak sírnak, szót sem fogadnak. A kis sáskák mindig csak enni. Az anyasággal kereskedő nőszemély most egy mozdulatot tett, és ennek következtében a kis Sándor sokkal kedvezőbb helyzetbe jutott. Nagy kedvelőn ezért, és igen megelégedetten gőgicsélni kezdett. A parasztnő ezt szerette, és folytatta beszédjét, egyenesen a gyermekhez intézte szavait. Katona leszel-e? Hé, az leszel, kapitány? A szomorú pesti család meg nem állhatta, elnevette magát. Piroska lehajolt, és össze-vissza csókolt a gyermekét, de a kis hűtlen már is nem hajtott az anyai szeretet e kitörésére. Az anyád, figyelmezteti a parasztasszony, a pesti anyád, én meg Rébék anyád vagyok, Rebeka. Szót fogsz-e fogadni, he?
A pesti anya zokogva borult az ura vállaira. Gyerünk, a vasút itt hágy, mondd el Robin Sándor. A nap lassan-lassan nyugovóra szállott, szedelőzködniük kellett. Piroska egy ákácfába kapaszkodott, és nézte, amint gyermekét végképpen elválasztják tőle. Rébék anyától most átveszi a gazda, hogy a patkára terített szűrre letegye, aludjon. Sándorka még egy-kettőt, aprót pislant, aztán lehunja szemeit. A másik kettő, fűvön, fán szundít szintén. Megszelidült napocska simogatja csak nem egyforma arcaikat, sötét rózsaszínnel beborítva, lágyan. Azt se tudom, melyik a másik, ez-e az enyém, vagy nem ez? Mondja a parasztember csöndesen, tréfás bosszúsággal. Az asszony meg fölpattan, szalad a Rizskához, mert aztán mindjárt kenyeret kell dagasztani. Aztán kigyűjjenek, minden vasárnap kigyűjjenek, egy kis sárga cukrot a gyereknek hozzanak, hogy magukat el ne felejtse. Aztán kezelt Piroskával, az urával, Lizával a cseléddel, és elfutott. Az ura pipaszárral és szájának egy különös mozdulatával integetett utána. Ez oszta menyecske? Nem azért, mert az enyém, még az epéje is édes. Ha nincs vagy három apró gyerek a nyakán, csak akkor búsul. Így szereti. Se aludni, se enni nem bír, ha kicsinye nincsen. Olyan menyecske ez, hogy a sok dologba egyszer csak megszakad. Robin is dicsérte az asszonyt, Piroska is, Liza is, és lassan-lassan indultak kifelé a vasúthoz. Férj és feleség szótlanul lassan mentek előre a homokos úton. Nem néztek egymás arcába, csak az estét nézték, mely barátságosan, enyhén szállt alá. Elvette a tárgyak élességét, és lágy érzést lopott be a szívekbe. Jobb neki ott, mondta Sándor halkan. De nekem, susogta valaki, vagy a szél, vagy egy női hang. Jó nép, folytatta Sándor a vigasztalást. Az anyának a gyermekkel kell lenni, mondta Piroska oly fagyos hangon, hogy Sándor megdöbbent, és nem szól többet hazáig. Otthon se, azután se igen beszélgettek többé egymással. Sőt, alig is látták egymást, bár folyton együtt voltak. Ha egyszer-egyszer véletlenül egymásra tekintettek, csodálkozva kérdezték maguktól. Ki ez? Oly ismerős, és oly idegen. Vasárnap reggelenként kimentek a vasúthoz, de ah, mi külön-külön. Megbeszélték, hogy mit vesznek a kis Sándornak. Robin adta a pénzt, Piroska vásárolta, beszámolt, ami pénz visszajött, visszaadta. De mindketten vigyáztak, hogy a kezük ne érintkezzék. Mindkettőnek bánatos harag égette a lelkét, és azt sem tudták volna megmondani, miért. Kint a jobb vidéken, amik gyermeküknél voltak, ez a harag még erősebb lett, és egyszer, amikor Robin Sándor összetévesztette a kis Sándort Palkóval, a paraszt gyerekkel, ki is tört néhány keserű szóban. Maga nem született apának, mondta Piroska, és maga nem anyának, válaszolta Sándor. Ezután sokáig nem mentek ki együtt, részint azért, mert a szükséges költségeket nem tudták megszerezni, részint azért, mert közönséges szavakat sem tudtak többé egymáshoz intézni. Még egyszer, utoljára, talán még nem a legutoljára, kimentek együtt. A dajkasszony írt, hogy jöjjenek le sürgősen, ha Sándorkát még életben akarják találni. Úgy, mint tegnap, nem volt még semmi baja, ma meg egészen elkékült. Az orvos, mert azt is elhivatták, nem is akar neki orvosságot adni. Gyűjjenek, gyűjjenek! Hozzanak szép kis aranyos fakuporsot, ezüsttel, piros kalásszal kivart párnácskát, kicsike szemfödelet. Az átrec azonban rosszul íródott, a levél 4 napig vándorolt a városban, és amikor a szülék a faluba leérkeztek, a gyermek akkor már csak ugyan jobb vidékre ment. Ez a, mutatta a paraszt, egy kis homokhalomra mutatva.
Ezt a két szár rozmaringot az asszony tűzte a fejéhez, mert a fejfára nem lehetett várni. Merőn soká nézték a homokhalmot. Aztán, bár Piroska ellenezte, bementek újra a faluba, hogy köszönjenek a néhai hű dajkának. A két asszony ott sírt egy-két verset, Piroska egy kis tejet ivott, a két férfi meg törkölypálinka mellett beszélgetett a világ szomorú folyásáról. Most meg Piroska sürgette, hogy menjenek, menjenek már. Szeretett volna otthon lenni, hogy halvány homlokát a padlóhoz verve sírhasson, zokoghasson, kiálthasson. Indultak. A két megmaradt gyermek már pólya nélkül játszott a homokban. Oly kedvesek, oly erősek voltak, talán örültek is, hogy megszabadultak a pajtásuktól. Piroska ilyet tekintettel nézte őket, és arra gondolt, amit az ura ki is mondott. Ezek olyanok, mintha valamelyik ő volna, Sándorka. Ez az, suttogta az asszony, és neki akart rohanni, hogy ölébe fölragadja, és elszaladjon vele. Mégis eszére tért, hátra sompolygott. Gyerek, gyerek, mondta a paraszt, majd hozzátette. Már a maguké bizony se egyik, se másik. Pedig de fajn gyerek volt, vállaltam volna a fiamnak. A magaménak ingyen, akár még fizettem volna is érte. De nem bírta ezt a helyet, a vizet. Pedig jó, erős volt neki az ájér. Fogta magát, jobb vidékre ment.